A világon elsőként biztonsági felszerelések nélkül sétált át egy rótkötélen a Duna felett ifjabb Simet László artista művész. A Budáról Pestre, a Szabadsághíd és az Erzsébet híd között végrehajtott performance, amely a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia egyik kiemelt eseménye volt, az Átmentem címet kapta. Egy kicsit szimbolizálva azt, hogy átmentjük a kulturális értékeinket, hiszen mi dolga van a művészetnek háborús időszakban, Covid után, mint hogy az apáinktól, a nagyapáinktól megkapott értékeket, azokat átvigyük a túlsó partra, átmentjük a túlsó partra, és adjuk át a gyerekeinek, adjuk át az utókornak. Csapatmunka, megvalósuló csoda. Ifjabb Simet László hetek óta készült a produkcióra, melynek idején napsütés ugyan nem volt, de legalább az eső elmaradt, és a szél sem volt túlságosan erős. Az egyik fő aggodalmam az volt, hogy a szél mennyire fogja lögdösni a rudat a kezembe. A kamerák, a ráerősített kamerák extra felületet adnak, a rud maga könnyű volt, ha bár a kamerákkal már elég nehéz lett. A produkció alatt a pesti rakparton a Danubia zenekar játszotta a legnagyobb magyar zeneszerzők műveit. Korábban soha senki nem ment még át a Duna felett drótkötélen.